Kistelek is csatlakozott a kihívás napjához. Erről kérdeztük Csala Nikolát, sportreferenst. Kistelek is csatlakozott a kihívás napjához, erről kérdezzük Csala Nikolett sportreferenst. Köszöntelek, mit is értünk pontosan a kihívás napja alatt, mivel készül Kistelek, és miről is szól pontosan ez a nap? Sziasztok, köszönöm szépen! Hát ugye mi település neveztünk erre az országos versenyre, ez a kihívás napja így a Covid után már most először, újra első alkalommal van megtartva, így 2 év kihagyás után. Eddig nem nagyon volt jellemző az, hogy települések is nevezhetnek, ez azért egy viszonylag újabb dolog. Ugye tanintézmények, cégek, egyesületek, közösségek mind-mind külön kategóriában nevezhetnek, viszont település kategóriában most idén elindult Kistelek is. Annyit kell erről tudni, hogy lélekszámhoz igazítva, tehát teljesen korrekt módon lesz majd az értékelés, illetve az eredményhirdetés. Tehát mi a 4-es kategóriába tartozunk. Itt 3000 és 8000 fő között kell, hogy legyen a lakosok száma, ugye ebbe tartozik bele Kistelek is. Az a nehéz ebben, hogy a délelőtt folyamán nehéz megoldani, mivel ez mindig május utolsó szerdai napjára esik, ugye azért az munkanap, tehát a felnőtteket, illetve az idősebb korosztályt megmozgatni, azért akik 8-tól 4-ig jó esetben dolgoznak, nekik ugye ez kimarad az életükből. Most a délelőttöt mi úgy oldottuk meg, hogy az általános iskolásokkal, illetve az óvodásokkal, volt futball, volt kosárlabda, volt ügyességi sorverseny, kora délután volt úszás, illetve kézilabda, most itt 4-től van a floorball, ahol most is itt vagyunk, 5-től lesz futás, 6-tól lesz görhoki, illetve görkorcsolya, és akkor 7-től az lesz a záró program, egy ilyen esti kerékpározás át Balástjára és vissza. Igazából az volna a lényeg ennek az egésznek, hogy ugye magát a közösséget egy kicsit megmozgassuk, illetve a lakosokat. Szerintem egy nagyon jó közösségfejlesztő program is, illetve csapatépítő, valamint tök jó, hogy mások, tehát hogy más gyerekek is láthatnak más sportokat, akár meg is tetszhet nekik, úgyhogy szerintem mindenféle sportágban az utánpótlásnak mindenképpen jót tesz, hogyha esetleg toborozunk egy pár gyerkőcöt, akik még eddig nem sportoltak, vagy esetleg újak, vagy más sportoltak, de kedvet kaptak az új sportákhoz. Magáról a versenyről csak annyit kell tudni, hogy 15 perc pulzus emelkedéssel járó folyamatos játék vagy sport az, ami beleszámít ebbe, tehát minimum egy sportágnak 15 percig mennie kell. Itt a floorból már lassan egy órája megy, és nem tudják megunni, úgyhogy ez mindenképpen jó, illetve minél több sportágat is képviseljünk, úgyhogy azt gondolom, hogy Kistelek ezzel a 10 sportággal azért elég szépen helyt állt így a mai napon, bár még ugye a program java része hátra van, de azért azt gondolom, hogy eddig elég jó létszámot sikerült megmozgatnunk. Illetve nyilván az, amit már említettem, hogy az utánpótlás, illetve a nem csak a gyerekek, hanem a később a munka után ugye a futáshoz, illetve a kerékpározáshoz mások is csatlakozhatnak, úgyhogy oda várjuk az idősebb korosztályt is. Sok szeretettel! Milyen nyereményben részesülhet Kistelek? Mi kétféle kihívásban veszünk részt, az egyik ez a település, amit elmondtam az előbb. Sportszer utalványt lehet ezzel nyerni, közel 100 000 forint értékben, illetve a másik kihívás, amin elindultunk még a településen belül, az a Széchenyi kihívás. Ennek is a második részén veszünk részt, ahol Széchenyi Istvánnal kapcsolatos, tehát bármiféle, akár utca, név, nevezetesség, szobor, bármi, ami Széchenyi István nevéhez fűződik. Ezen a területen kell a településen belül egy hát minél kreatívabb sportágat, illetve ugyanilyen 15 percig tartó pulzusemelő mozgást végezni. Úgyhogy ez nálam most, vagyis nálunk a görkorisokkal fog történni, mert azt gondolom, hogy a gyorsasági görkori azért elég ritka sport, ág, nem nagyon szokták ismerni, úgyhogy talán egy picit fel tudjuk vele hívni magunkra a figyelmet, illetve ez ugye, mint említettem, Széchenyi István nevéhez kell, hogy kötődjön, úgyhogy a Széchenyi utcában fogunk majd egy ilyen ügyességi, gyorsasági görkor is számot majd 6 órától még a gyerekekkel összehozni. Az első világháborúban elhunyt hőseinkről tartottak megemlékezést Csengelén. A rendezvényen stábunk is részt vett.
Az első világháborúban elhunyt hősénk tiszteletére tartottak megemlékezést immáron 5. alkalommal Csengelén. Sóti Ferenc művész tárogatójának hangjával kezdődött a megemlékezés. Majd a himnuszt a Hódmezővásárhely Bocskai István Lövész Dandár zenekara játszott el Gömöri Balázs őrnagy karmester vezényletével. Majd Takács Zsolt kiemelt szervező köszöntötte a résztvevőket. 2022. május 14-e Csengele. Immáron 5. megemlékezésünk. Tisztelettel köszöntök minden megjelentett, köztük vidéki vendégeinket és leszármazottakat. Nagy örömömre szolgál, hogy szép számmal vagyunk jelen. Takács Zsolt vagyok, a megújult Pro Deo Patria et Familia 2018 civil társaság egyetemleges koordinátora és ennek a rendezvénynek a moderátora. Kérem, hogy a rendezvényen ne tapsoljanak, itt a sírkertben a csend meghatóbb az erdő közepén. Hőseink tiszteletére rendezett emlékezés továbbra is a Chatman ház szabály mentén zajlik, melynek idei mottója béke, szabadság, család, gyermek. Kiemelten köszöntöm, és rajta keresztül minden bajtársat és főhajtót, Kovács Imre ezredes urat és Sinyi Imre ezredes urat, mint rangidőseket és korelnököket. Valamint a rendezvényhez illően a Magyar Honvédség, Vitéz Vattai Antal területvédelmi ezred 46. Heim Géza zászlóhajt díszelgő katonáit Szegedről, valamint a Magyar Honvédség 5. Bocskai István lövészdandár katonazenekarát Gömöri Balázs őrnagy vezényletével Hódmezővásárhelyről. Ezután Sűi Károly, Primi Primissima díjas énekes és Sóti Ferenc tárogatós adtak elő régi katonadalokat. Máté Sándor ezredes, református tábori lelkész emlékezett meg a hazaért elhunytakról, és imát mondott értük. Ami segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Úristen. Ámen. Ünneplő emlékezők, itt állunk a temetőben, azoknak az emlékműve előtt, akik életüket áldozták fel a mi magyar hazánkért, a mi népünk fiai, gyermekei közé tartoznak, akik ezen a földön a magyar népért, hazáért több mint egy évezreden keresztül nemzedékről nemzedékre bőségesen ontották a vérüket, mert itt élni Európának e vihar járt a földjén, az azt jelenti a magyarnak, azt jelentette az elmúlt évezredben, hogy drága áron kellett nekünk megváltanunk a jogot a fennmaradáshoz. A háborúkat, amelyek annyi drága életet kívántak áldozatul, senki nem akarja dicsőíteni, és senki nem dicsőíteti a Jézus Krisztus nevében, aki ezt, mint akár az Úristen szolgálja palástal a vállán megtenni, árulójává válnék megbizatásánál. Mi az ige világában minden háborút az Úristen csapásának tekintünk, úgy tűnik a szemünkbe, amely által bűnbánattal kell meghajolnunk. Mert megáll az Úristen törvény, a 10 parancsolat is, ahol megvan írva, ne ölj, szánt szándékkal emberi életet ne olts, de mégis háborúk vannak. Nem is gondoltuk volna, tegyük szívünkre a kezünket, hogy néhány évtized a déli határainkon, most meg a keleti határunkon háború folyik. De a háborúk azért vannak, mert az Úristen olykor megengedi, hogy a felgyülemlett emberi bűn az kirobbanjon. Amikor az Úristen azonban ránk bocsátja ezt ilyen időt, olykor megengedi ezt, amikor ránk szakad az emberi bűnnek ez a kézzel fogható valósága, akkor a nemzet fiaira hárul az a feladat, hogy életükkel is álljanak helyt, álljanak ellen az ellenségnek, mentsék át a nemzetüket a következő korszakra, mentsék át a pusztító támadásokon, és ebben az esetben az ő áldozathozatalukat igenis lehet, és igenis kell dicsőítenünk a Jézus Krisztus nevében. Mert maga Jézus is megteszi ezt, amikor ehhez az áldozathozatalhoz hasonlítja önmaga áldozatát, mikor ezt mondja, és ez az alapigéje a mai elmélkedésünknek, a János Evangéliuma 15. fejezetének 13. versében. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért. Nincs nagyobb szeretet senkiben annál, mint ha valaki
életét adja azokért, akiket szeret, azokért a testvéreiért, akik vele egy nemzet családját alkotják. Így ragyogjon előttünk mindazoknak a példája, akik ezt tudták, megélték, hogy ezt megköveteli tőlük a haza, akik mégsem törődve azzal, hogy megakad majd egykor rajtuk a hálás utókornak a tekintete, egyszerűen kötelességtudatból teljesíteni készek voltak még az életüket is odaadni azokért, akikkel ők egy népet alkottak. A csengelei hősök áldozata is ezt példázza. Ami Urunk Jézus Krisztus ezt kívánja az övéitől, mindnyájunk keresztény élete számára tanítás, parancs ez, hogy azok emléke előtt megállva, akik ezt megtették, tegyünk lélekben igaz tisztességet, és ezt a tanítás, parancsot a szívünkre vesszük, akkor a legigazabban ünnepeljük, emlékezzünk a mi hőseinkre. Ha a szívünkben van ez a mondat, nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, áldunk, hogy a hősi önfeláldozás példáját Krisztus Urunk áldozatával mindörökké kitörölhetetlenül beleírtad ennek a világnak az életébe. És áldunk azért is, hogy a mi magyar történelmünkben ott ragyog mindazoknak a példája, akik hazájukért készek voltak erre az áldozathozatalra. Áldunk mindazokért, akikre ma most ebben a temetőben csendes főhajtással is emlékezünk. A te gondviselésed őrizze az ő porló hangvaikat. Szent fiat szerezzen nekik kegyelmet és hősi küzdelmüket kitörölhetetlenül vésd a mi emlékezetünkbe. Tőlünk pedig űzz távol minden önzést, amely nem néz másra, nem néz hazája szükségeire, hanem nevelj minket, Úristen, az ő példájukkal is bátor és hősies kitartása, és mutasd meg, hogy az önfeláldozás kedves dolog előtted, hiszen a te szent fiad is meghalt és eltemettetett a mi bűneinkért, és feltámadott a mi megigazulásunkért. Tárd fel előttünk így a te titkaidnak mélységét, hogy a te isteni világodban egy önfeláldozó élet sem veszik el kárba, vagy semmisül meg. Te örökre fennmaradt hat munkál az ő szerettei szívében és népe történelmében. Neveld mindnyájunkban a kötelességtudatot, hogy az áldozatot, a hősiességet a ránk bízottak között is hűségesen megálljuk, s a te igazságodból egy hajszányit ne engedjünk, hanem tanítson bennünket Krisztus példája, hogy igazi nagyság az önfeláldozás útján van, a szeretetben van. Hadd lássa meg rajtunk mindenki, hogy akik életüket adták, nem hiába tették. Így áld meg, Urunk, a te népedet, áld meg a mi országunkat, áld meg nemzetünket szabadság és igazság szeretettel, hogy a hősieség magva bennünk jót aralja újra, szárba szökkenjen, gyümölcsöt teremjen a te nagy neved dicsőségére. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Dicsőség a hősöknek, áldás poraikra, békesség a magyar népnek.
A megemlékezés végén a díszőrség díszmenetben elvonult, majd a Hódmezővásárhelyi Katonazenekar eljátszotta a szózatot. A rendezvény utolsó mozzanataként a magyar takarodó hangzott fel trombitán. Petánkversenyt rendeztek Kisteleken. Tódor Sándort, az egyik szervezőt kérdeztük a versenyről és a játék szabályairól. Első alkalommal rendezett petánk versenyt Kistelekváros önkormányzata. Legtöbben most próbálták ki magukat, először ebben a francia eredetű golyos játékban, de nagy sikert aratott. Tódor Sándort, az egyik szervezőt kérdeztük a rendezvényről. Az egész ötlet onnan indult el, hogy Kisteleken is nagyon sokan vannak, inkább nem azt mondom, hogy nagyon sokan vannak, akik korábban már játszották ezt a család, a barátok kötelékekbe, és ezek az emberek valahogy találkoztak. És merült fel az a lehetőség, hogy miért ne csináljunk egy olyat, hogy kiszélesítjük ezt az egészet, és egyáltalán megismertetjük az emberekkel, hogy mi is az a petánk. Ez sport is, meg szabadidős program is. Pont az egyszerűsége az, ami szabadidős programmá is teszi ezt az egészet, tehát ha összegyűlik egy baráti társaság, egy kis pörköltözés, egy kis beszélgetés közben nyugodtan lehet játszani, és nagyon élvezetes, és ezt a részét szeretnénk volna megmutatni, mert az időjárás sajnos nem kedvezett hozzá, de ezt szerettük volna megmutatni, hogy egy nagyon egyszerű játékot bárki számára hozzáférhető, és tényleg azt lehet mondani, hogy aki föl tudja emelni a kezét, az nyugodtan tudja ezt a játékot játszani. Tehát annyira, hogy vannak olyan helyek is, ahol például mozgássérültek is játszák. Tehát annyira nincsen kötve különböző test, akár testalkathoz, semmihez. Korhoz összesen annyiban van kötve, hogy föl tudja emelni a kezét és el tudja adni, tehát egy 10 éves gyerek is kényelmesen tudja ezt a játékot játszani. Mit tudhatunk erről a játékról, a szabályról, hogyan is áll ez össze? Hát ez egy nagyon régi francia játék, igazából a francia katonák kezdték el játszani, és pont amiatt kezdték el játszani, hogy nagyon sok sérült katona volt, és onnantól kezdve, mert az elején úgy játszották, hogy nekifutásba dobták el a golyót, utána mivel sok sérült katona volt, és azok is tudjanak játszani, ezért elhatározták, hogy álló helyzetből kell eldobni, és így alakul tovább ez az egész ki. Hát, aki francia filmeket néz, az biztos, hogy nagyon sok helyen látta már azt, hogy idős emberek összegyűlnek egy kis kocsmába, elbeszélgetnek, eljátszanak, és ez került valamilyen módon ide hozzánk is át. És a játék, amit előtte is mondtam, az egyszerűsége az, ami igazán könnyűvé teszi ezt az egész játékot. Van egy fagolyó, ezt Jacknek, öcsinek hívják. Ezt a pályák általában 4 méter x 15 méteres pályák vannak. Lényeg az, hogy ezt az öcsit ezt kb. 6 méterre el kell dobni, és utána a cél az, hogy vannak 1, 2 és 3 fős csapatok, az 1 és 2 fős csapatok 3-3 acélgolyóval játszanak, ez egy 70 dekás golyó, általában olyan 7,3 cm átmérőjű, és a cél az, hogy ezt az acélgolyót mennél közelebb dobja a Jackhez, és ha két csapat hozzá kezd játszani, eldobják a csekket, utána dobják a következő golyót, hogy mennél közelebb. Ekkor jön a másik csapatnak a játékosa. Ha őnek is sikerül még közelebb dobnia, akkor ismételten az első csapat jön. Abban az esetben, ha nem sikerül, akkor addig kell dobnia annak a csapatnak, míg közelebb nem dobja. És utána ismét a másik csapat jön, és a lényeg az, hogy a pontozás úgy alakul, hogy hány golyó van, egy adott csapatnak hány golyó van közelebb a Jackhez, annyi pontot nyert. Tehát ha egy golyó van, és körülötte az összes másé, akkor 1-0-ra nyertek, de ha sikerül akár mind a 6-ot közelébe dobni, akár 6-0-ra is nyerhetnek. Lényeg az, hogy 13-ig tart, vagy van olyan verseny, ahol megvan határozva egy időkorlát is, és azon belül, ha nem érték el a 13 pontot, akkor is véget ér a játék. Ahogyan említette, nem egy napsütéses idő a mai. Mit tapasztaltak? Ettől függetlenül érkeztek-e erre a versenyre? Tehát akik jelentkeztek rá, azok itt vannak, annak ellenére, hogy esett az eső. Hol esik az eső? Ha esik az eső, akkor bejövünk, ha nem esik, akkor visszakimegyünk és folytatjuk a játékot. Jövőre is van terben ilyen verseny például? Szerintem ez a kis csapat, ez nagy valószínűséggel újra össze fog jönni, és pont emiatt szeretnénk azt, hogy egy kicsit kiszélesíteni, mennél többen megismernék, és akkor most már nem 5 csapat lenne, hanem jövőre akár 10-zel is meg tudnánk ezt rendezni, illetve ha annyira tudnánk népszerűsíteni, akkor és lehetőség is adódna, akár egy petánkpálya építése is szóba jöhetne. A fordulatokban bővelkedő versenyen az alábbi eredmények születtek. Első helyen a gimnázium, második helyen a Binó, harmadik helyen a Lázár család, negyedik helyen a méhészek, ötödik helyen pedig az S1 végzett.
Thank you.